Borbás Barbara, Haja Zsolt és Kis Zoltán félórás operett duettje adta meg a harmadik komoly zenei koncertest alaphangulatát Pakson. A Városi Múzeum dolgozói korhúj ruhába öltözve korzóztak a téren, akikkel többen fotózkodtak is. A Szent István téren rendezett program sztárvendége Rost Andrea világhírű operaénekes volt, aki az opera irodalom gyöngyszemeiből válogatott a nagy érdemű publikumnak. Ez a feltevés, hogy az opera nem népszerű, ez azóta van, amióta én a pályámon vagyok. Tehát ez mindig fölmerül, hogy hát az opera játszásnak vége, az operát azt meg kell mutatni a közönségnek, népszerűsíteni kell, és valahogy mégis mindig az van, hogy az opera népszerű. Tehát annak ellenére, hogy népszerűsíteni akarjuk. Talán most van egy ilyen kis mély repülése az operának, de ez nem azért, mert maga a műfaj nem jó, vagy nem szeretik, hanem talán ez, hogy az operaház zárva van, és ettől kevesebb az előadás. A vidéki operajátszást nagyon megtizedelték, ez nagyon rossz. Ez egy nagyon rossz irány. Tehát ugyanúgy Szegeden, mint Debrecenben nagyon kevés operai előadás van. Pakson igény mutatkozik a komoly zenei műfajra, zsúfolásig megtelt a tér, és jól szórakozott a közönség a világhírű operaénekesnő társaságában, aki mesés karriert futott be. Az utóbbi évtizedek egyik legjelentősebb szoprán énekese, akinek különleges hangját a világ legrangosabb operaházaiban és koncerttermeiben hallhatta a közönség. Bejárta a világot Los Angeles-től Tokióig, rengeteg helyen fellépett, tucatnyi alkalommal énekelt a New York-i Metropolitan Opera színpadán. Rost Andrea partnere volt többek között Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, José Cura, Roberto Alagna és Leo Nucci is. Elég régen énekeltem a Verdi Requiemet, most az megint szóba került, hogy Szegeden és aztán Budapesten is lesz egy-egy koncert belőle, illetve jövőre lesz egy szép operai premierem, a Simon Boccanegra, Verdi Simon Boccanegra, amiben Placido Domingóval fogok énekelni, ő lesz az apukám ebben az operában, és hát különben meg elég sok koncertre készülök, illetve van egy új projektem, ami egy kicsit ilyen retro zenéket vesz elő, mert hogy én kiskoromban ezeken a zenéken nőttem fel, tehát az én családomban nem igazán volt komoly zene, és nekem ez jelentette a zenét. A Kovács Kati, az Alatnai Sarolta, az Illés Együttes, a tévében a Marilyn Monroe és a Marlene Dietrich és a Judy Garland. Tehát ezekből a számokból és zenékből és filmekből van egy ilyen retro Dalok a lány szobámból című produkció, amit most elég sok helyen kértek már. A Kossuth, Prima Primissima és Liszt Ferenc díjas operaénekes érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, valamint idén tavasszal átvehette a Bartók Pásztori díjat is. Én mindent megkaptam a pályámon. Nem, azzal kapcsolatban nincsenek álmaim. Talán az, amit most elkezdek szeptembertől Szegeden, a tanítás. Tehát, hogyha abba az irányba egy álmot meg lehet fogalmazni, akkor nagyon sok jó magyar énekest szeretnék ki nevelni Magyarországnak és a világnak.
mert azt gondolom, hogy ez így egészséges, hogy elmennek, és aztán hazajönnek, mint ahogy én is. Illetve én el sem mentem, tehát ebben ez a jó, hogy én mindig itthon voltam, és soha nem hagytam el az országot, és úgy csináltam a pályámat.